Arany János balladamondó versenyen vettek részt az AFG diákjai. A felkészítő tanárt és a résztvevő tanulókat kérdeztük a részletekről. Arany János balladamondó versenyen szerepeltek az AFG diákjai, a felkészítő tanárt Rácz Szilviát kérdezzük ezzel kapcsolatban. Köszöntöm Önt, tehát akkor beszéljünk magáról a versenyről, hogy jött ez a lehetőség, hogy ilyen részt vegyenek a diákok. Köszöntöm és a kedves nézőket. Úgy jött a verseny, kiírást kapott az iskolánk egy levélben a nagykörösi polgármesteri hivataltól, és az igazgatónő kérésére kerestünk diákokat, akik szerettek volna jelentkezni erre a versenyre, mert ugyanis ez a verseny 3 évente kerül megrendezésre, tehát egy időszakos versenyről van szó, nem pedig minden évben lebonyolított versenyről, tehát elég nívós esemény, mert hogy a Kárpát-medencei középiskolás diákokat hívják be erre a versenyre. A verseny feltétele, hogy 2 Arany János balladát kellett megtanulni, 3 közül lehetett választani, és egy kötelező verset kellett nekik elmondani legelőször is a válogatáson, majd utána egy szabadon választott versről, illetve egy szabadon választott balladát kellett még nekik elmondaniuk. A felkészülésről annyit szeretnék mondani, hogy nagyon készültek rá a tanulóink. 2 tanulónk vett részt a versenyen, a 11-es Harmadorin és illetve a 9-es, 9. A-osztályos Endre Barna. Mind a ketten nagyon készültek rá, tehát bele kellett adni mindent, mert Arany János versei, balladái egy az, hogy hosszú terjedelműek, tehát igen, nehéz a szöveg megtanulása is, és ezen felül nagyon oda kellett figyelniük, hogy hogyan hangsúlyozzák a verseket. Tehát hol veszik a levegőt, hogy a hallgatóságot meg tudják győzni arról a tartalomról, ami a balladának az egész érzületét át tudja adni a hallgatóság részére. Beszéljünk magáról a versenyről is. Ugye beszéltük, hogy a Kárpát-medencéből érkeztek diákok. Mennyien vettek részt rajta, hogyan is zajlott ez? Hát maga a verseny egy igen nagy verseny volt. Tehát 265 diák jelentkezett magára a versenyre, összesen 365 fővel vettünk részt rajta. Az első nap, mikor, tehát érdekes volt, mikor odaértünk, akkor a nagykörösi állomáson is úgy fogadtak bennünket, hogy köszöntik a Arany János balladamondó versenyre érkező tanulókat és felkészítőiket. Kis buszok vittek bennünket tovább a verseny helyszínére, ahol regisztrálni tudtunk. Majd utána elmentünk a szálláshelyünkre, ami a Tóldi Miklós élelmiszeripari technikum kollégiumában kaptunk helyet, és majd délután 2 órakor mentünk át a kisorsolás helyszínére. Az Arany János Kulturális Központba mentünk át, és ott került sor a sorsolásra. 9 helyszínen történt maga a verseny lebonyolítása. Elég neves bíráink voltak, mint Csúlya Imre. Jászai Mari díjas kiváló művész volt az egyik tanulónknak is a zsűrije, másik tanulónknak pedig Kovács Róbert, az Ország Rossz Gyereke, így is reklámozták őt be, hogy az Ország Rossz Gyereke volt az egyik bíránk, aki a Görbetükör színjátszó társulatnak a vezetője, és tehát már maga is itt nagy izgalom volt ez, hogy milyen zsűri fog bennünket majd elbírálni, és nagyon színvonalas, tehát nívós verseny volt, szoros volt a verseny, mert mindenki nagyon szépen teljesített, tehát nem is lehet azt mondani, hogy bárki is rontott volna a mieinkre, a kisteleki gimnázium tanulóira, viszont tényleg csupa jókat tudok elmondani, mert oda tették magukat, és nagyon szép előadást adtak, tehát sehol nem hibáztak, jól adták elő a verseiket, és én azt mondom, hogy gratulálok nekik a törekvéseikért és az erőfeszítéseikért, nagyon ügyesen helytáltak a versenyen. Ti vettetek részt ezen a ballada versenyen, beszéljünk arról, hogy hogyan is jött számotokra ez a lehetőség, hogy részt vegyetek ezen. Hát igazából nekem ugye osztályfőnököm írt a osztálycsoportunkba egy ilyen lehetőséget, és már több ilyen versenyen is voltam, és ezért úgy gondoltam, hogy ezen is elindulok. Én nekem ez az első volt. Hát igazából én még soha nem voltam ilyesmi versenyen. Ez volt az első, tehát ugye most szerettem igazából tapasztalatot. Milyen érzés volt részt venni egy ilyen versenyen? Beszéltük a tanárnővel, hogy rengetegen szerepeltek rajta, nívós zsűritagok is voltak. Milyen érzés volt? Hát igazából jó érzés volt, mert kipróbálhattam magamat egy új dologban. Igen, egy elég nagy kaliberű verseny volt ez az egész. Még nekem is új volt ez az óriási közönség, ez az óriási színvonal, úgyhogy, de egyébként jól éreztem én is magamat, úgyhogy
ha lesz még egy ilyen lehetőség, menni fog. Hogyan is készültök egy ilyen versenyre? Hát igazából én ugye itt kettő baladett kellett, ilyen versenyre még nem készültem. Elkezdtem az egyik baladett tanulni, a kötelezőt, és igazából elsőnek arra megyek, hogy stabilan tudjam a szöveget, utána a hangsúlyozás, és végül így a kettő egybe rakom, és így menni fog, ahogy szeretném. Hát igazából nem is ugyanaz, hogy jó alaposan áttanulom a szöveget, utána meg a hangsúlyozás, hát igazából úgy ennyi. Elég hosszú balladákkal készültetek, beszéltek erről is, a felkészülés folyamatáról. Hát igen, ezek a balladák hosszabbak, mint egy átlagos versek, ilyen 10-15 verszakosak, hosszabb verszakok, 4 sorosak, vagy akár 6. Hát igazából 2-3-7, majdnem egy hónap alatt sikerült ezt a kettőt így megtanulni nekem. Hát igazából nekem nagyon kevés idő, milyen később jelentkeztem, olyan 3 hét volt. Azért sikerült fölkészülni rendesen, ahhoz képest, hogy nekem kevesebb idő volt, milyen később jelentkeztem. Ha lesz még ilyen lehetőség, akkor szívesen részt vesztek egy ilyen, vagy ehhez hasonlón. Persze. Igen. Megnyílt a fordítás borszaküzlet Kisteleken. A tulajdonost, Dakó Zoltánt kérdeztük a bolt kínálatáról. Megnyitotta kapuit Kisteleken a fordítás borszaküzlet. Ezzel kapcsolatosan kérdezzük Dakó Zoltán tulajdonost, köszöntömönt. Beszéljünk arról, hogy hogyan is jött ez a lehetőség, hogy megnyíljon ez a borszaküzlet. Üdvözlöm Önöket, és köszöntöm a kedves nézőket is. Lényegében adódott egy lehetőség, alapítottunk egy céget, majd a polgármester úrnak köszönhetően ezt a szép agrárlogisztikai centrumot ki tudtuk bérelni, melynek alapfeltétele volt az is, hogy ne csak a borokkal, hanem a környező települések, illetve helyi termelők termékeit is fel tudjuk venni a palettára. Ezért is kerültek be a Jónás borászat borai, zseniális termékek, illetve kézműves termékekkel, mint például a kézműves lekvár, fűrtojásos tészta, levendula készítmények és csili paprika termékek, melyek az üzlet egy részét, a delikát részét szolgálják. De ezen felül nagyon széles palettával, 10 borászattal kezdtük el munkánkat, 43 fajta borral. Beszéltünk erről is, hogy az ország mely részéről találhatók itt borok, milyen típusúak. Többek között ugye a paletta elég széles lehet ennek köszönhetően, tehát Pécs, Siklós, Villány, Szekszárd, Szeged, lényegében majd Tokajból érkeztek borok. Igyekeztünk minél szélesebben vázolni azt az egész palettát, de úgy néz ki, hogy ez még folyamatosan bővülni fog, mert nagyon sok olyan borászat van még, aki nem került be, de már itt van a kapuban. Igyekszünk bioborokat beszerezni, ezzel kapcsolatban is tárgyalások folynak a borászattal. Meglátjuk, hogy miként és hogyan, milyen gyorsan fog sikerülni. Ízhatásokban lényegében a száraz, a félszáraz, félédes, édes, kimondott desszertboraink is megtalálhatóak egy egész polcrendszeren. Tehát próbáljuk minden olyan termelő, borkészítő és borász termékeit hozni a palettára, melyet már mi is kóstoltunk, szigorú feltételeknek megfelelően, és igyekszünk még, aki nem fogyaszt bort, annak is kedveskedni majd mustokkal. Egyébként mik voltak a tapasztalatok, hogy ugye Csengeléről, Kistelekről is több termék megtalálható itt, amikor megkerestétek őket ezzel a lehetőséggel? Nagyon pozitív volt a visszajelzés, mindenki nagyon örült annak, hogy felkerestük őket, és hogy partnerként tekintenek már ránk a 0 kilométertől, 0. naptól folyamatosan. Összességében ennek mi nagyon örülünk, és tényleg az, hogy a kisteleki lakosoknak vagy a környékbeli lakosoknak sem kell bemenni azért Szegedre, hogy egy megfelelő minőségi bort esetleg ajándékba, akár egyedi címkével elkészítve, tehát ebben is partnerek vagyunk, segítünk a vásárlóknak. Árakban nem fogunk nagyon elszállni, illetve nem is tervezünk, de prémium kategóriás borokkal is ki tudjuk szolgálni a vendégeket, már most az elejétől kezdve. Beszélhetünk így a nyitvatartásról is, hogy lesztek nyitva? A nyitvatartási időnk az folyamatossá válik innentől kezdve. Hétfőtől péntekig 8-tól 16 óráig várjuk a kedves vásárlókat, szombaton pedig 8-tól 12 óráig leszünk nyitva. Láttam, hogy elég aktíva vagytok így a közösségi oldalakon is, ezért ott is megtalálhatók lesznek így a termékek, gondolom, hogyha valaki jut megnézni, hogy mit vásárolna, és akkor utána jönne be hozzátok. Így van, igyekszünk a közösségi médiában is, illetve a település életében is részt venni folyamatosan. Folyamatosan bővülő játékokkal szeretnénk a vásárlóinknak kedveskedni. Ezen felül még szeretnénk majd aktív borklubokat, borkóstolókat tartani időnként. Természetesen meghirdetett célirányosan, akár borásszal a házban is találkozhatnak a kedves vendégeink.
A Kisdelki Általános Iskola beiratkozási időszakáról, a szülők bájáról és a tanév folytatásáról kérdeztük Papni Guba Évát, az intézmény igazgatóját. Április 1-én lezajlott a szülők bája, erről és a következő időszakról, a beiratkozási időszakról kérdezzük a Kisdelki Általános Iskola igazgatóját, Papni Guba Évát. Köszöntöm Önt, akkor kezdjük is először is a bállal. Mit is tudhatunk róla, mi a múltra is tekintez, vissza is, hogyan is sikerült ez? Hát április 1-én valóban egy nagyon nagyszabású rendezvényen sikerült részt vennünk, és azt gondolom, hogy nagyon jó hangulatban és nagyon nagy pozitív visszajelzéssel zárult ez a szülők bája, ez a jótékonysági kezdeményezés. Több mint 30 évvel ezelőtt már indult egy ilyen folyamat a Kisdelki Általános Iskolában. Hosszú éveken keresztül minden évben megrendezésre került ez a szülők bája, de aztán egy kicsit úgy elmaradt. Volt egy próbálkozás 2010-es évek eleje táján, hogy újraindítsuk, akkor igazából nem volt rá fogadóképes közeg, és ugye abba maradtak ezek a rendezvények. Most talán amiatt is, hogy egy új generáció, a szülők részéről egy új generáció érkezett az általános iskolába, az ő igényük, meg valószínűleg a Covid utáni kicsit megfáradt történet miatt egy új élmény, egy impulzus, amit gondoltak a szülők, hogy jó lenne ezt újraéleszteni, és hát azt gondolom, hogy a várakozásainkat messze menően felülmúlta. Az a segítőkészség, az a pozitív hozzáállás, és az a rengeteg támogató, aki részt vett ennek az eseménynek az igen rövid idő alatt történő megszervezésében és lebonyolításában. Én nagyon-nagyon köszönöm Kisdelki város önkormányzatának, polgármester úrnak, hogy a támogatásával és a sportcsarnok biztosításával, az önkormányzati dolgozók segítségével nagyon zökkenőmentesen sikerült megszerveznünk ezt a rendezvényt, illetve hát két olyan szülőnek, háromnak, akik motorjai voltak ennek az eseménynek, Rácz Zoltánné Bukaranita volt SMK vezetőnk, az elejénél Gazdag Petronella a jelenlegi SMK vezetőnk, és Tisza Gabriella, aki a szervezők szervezője volt, és azt gondolom, hogy tényleg az ő lelkesedésük minden nehézséget megoldott, és hát a várakozásokon felüli létszámmal, és azt gondolom, hogy egy nagyszerű színvonallal sikerült ezt a támogatást meghálálnunk, úgyhogy biztosan lesz jövőre is. A bevétel, több mint 1.700.000 forint lett a tiszta bevétele, köszönhetően a tombola felajánlásoknak, támogatásoknak. Ezt az általános iskola külső játszótéri eszközeinek a felújítására fogjuk fordítani. Polgármester úr ebben is fog támogatni még bennünket. Tehát itt az ajzatkiegyenlítés, gumiszőnyeg, a hinta játszó eszközök alá, és ezeknek a rekonstrukciója meg a teljes felújítása fog megtörténni a közeljövőben, úgyhogy bízom benne, hogy mire a jó idő igazán beköszönt, addigra a gyerekek így is birtokba vehetik majd ezeket az eszközöket. Mik várhatóak még a következő időszakban, ugye a beiratkozás? Most, hogy húsvéton túl vagyunk, nagyon felgyorsulnak az események az általános iskolában. A nyolcadikosok néhány napon belül meg fogják kapni azokat az értesítőket, amelyekkel a középiskolai sikeres felvételikről tájékoztatják majd őket, tehát, hogy mindenki meg tudja április 20-a, 20-valahanyadik a környékén, hogy pontosan melyik középiskolába fogja folytatni a tanulmányait. Ebben az időszakban az óvodásokra is, a leendő elsőseinkre is nagy feladat vár, ugyanis a jövő héten, április 20-án és 21-én lesz a beiratkozás. A beiratkozás minden olyan kisgyerek számára, aki betöltötte a 6 évet, és nem rendelkezik az oktatási hivatal által kibocsájtott olyan szakvéleményről, amely miatt további egy évben, vagy egy évig még óvodában maradhat, minden kisgyerek számára kötelező. És ezen a beiratkozáson, tehát 20-án és 21-én, reggel, ez csütörtök péntek, reggel 8 és délután 19 óra között várjuk a kedves szülőket, ugyanis személyesen kötelező a megjelenés.
A kisgyereket el lehet hozni, de ő neki a jelenléte még nem szükséges, de a szülőknek pedig kötelező a jelenlétük. Itt különböző nyilatkozatokat bocsájtottunk már az óvodában a szülők rendelkezésére, hogy ezzel is gyorsítsuk ezt a folyamatot. Reményeim szerint 3 kellemes létszámú osztályt fogunk tudni indítani, de ez majd 21-én péntek este 7 órakor fog kiderülni, hogy pontosan hány kisgyerek iratkozik be. Ugye ezután, miután megtörtént ez a beiratkozás, már így a 8-osok veszik át kicsit a főszerepet az iskolában, milyen rendezvények várhatóak még? Így van. Hát május igazából már egy picit mindenki számára a következő évnek az előkészítése, illetve ennek a tanévnek a vége, a 8-osok számára a búcsúzkodás időszaka. Azt gondolom, hogy 3 tényleg jó képességű osztálytól fogunk búcsút venni, és bízom benne, hogy a választott iskolájukban majd megállják a helyüket. Vár rájuk még azért itt is megmérettetés, nyilván sikeresen kell a fél évet és a tanév végét teljesíteniük, és bankettra készülnek a gyerekek, bolondballagásra készülnek a gyerekek, hogy majd június közepén a ballagással búcsút vehessünk egymástól, és szárnyukra tudjuk őket engedni. Ez még a következő néhány hétnek a feladata. Osztálykirándulások lesznek, az egész iskola Budapestre látogat 2 nap, első nap az alsó tagozatosok májusban, a másik nap a felső tagozatosok, ugyanis a gyereknapot most így próbáljuk megszervezni, hogy mindenkit elutaztatunk Budapestre, és egy parlament látogatással kötjük azt ottani idő eltöltését össze. Azt gondolom, hogy még minden kis gyereknek azért az életében egyszer legalább a magyar parlamentet belülről is látnia kell. Úgyhogy ezek a tervek a közeljövőben. Nyílt edzéseket tart a Revans Dál Sport Egyesület. Schreiber Béla alelnököt kérdeztük a nyílt edzésekről és az Egyesület terveiről. Nyílt edzéseket tart a Revans Dál Sport Egyesület. Erről az elmúlt időszakról és a jövőbeli tervekről kérdeztük Schreiber Béla az Egyesület alelnökét. Köszöntelek, beszéljünk azt is ezekről a nyílt edzésekről, hogyan is jött ez az ötlet számotokra, és hogyan is lehet csatlakozni ehhez. Én is köszöntelek titeket, illetve a tévénézőket. Ugye nyílt edzéseket tartunk már körülbelül egy másfél-két hónapja, itt a klubtermünkben, az Onyx Pub és Kávézóban. Ugye tudni illik, hogy még a régmúltból visszatekintve a pandémiás időszak véget kicsikét aláfagyott itt a dárcos rendezvények, illetve a versenyek szervezése, és ezekkel a nyílt edzésekkel szeretnék egy kicsikét újra fellendíteni itt Kisteleken a dárcos életet. Ugye ettől független a liga versenyeink, amiket eddig is csináltunk, azok zajlottak, de szeretnénk még több, legfőképpen kisteleki érdeklődőket bevonni a dárcba. Ennek jó lehetősége itt a klubtermünkben minden kedden 18 órától megrendezésre kerülő nyílt edzésünk, amire mindenkit várunk sok szeretettel. Ugye azt beszéltük is, hogy vannak már táboraitok, már 2-szer volt tábor, onnan is érkeznek ide a gyerekek, úgyhogy több oldalról is népszerű ez. Igen, hát fő célunk az is, hogy fiatalokat is bevonzunk ebbe a sportba. Szerencsére az elmúlt 2 táborunkon is részt vettek fiatalok, és azokból a nyílt edzések kezdetétől fogva járnak edzeni a fiatalok nagy lelkesedéssel, úgyhogy ez is egy jó visszacsatolás, hogy a tábor, amit elkezdtünk 2 évvel ezelőtt, annak van értelme, és ebből kiindulva ezt folytatni is szeretnénk. Versenyek tekintetében mik történtek nálatok? Ugye nem csak a nyílt edzésekkel, hanem amatőr versenyekkel is szeretnénk egy kicsikét népszerűsíteni a dárc sportot Kisteleken. Ezért a múlt hónapban már szerveztünk egy kimondottan amatőr hobbi szintű versenyt. Terveink szerint 2 havonta szeretnénk egy ilyen versenyt megrendezni. A következő ilyen amatőr versenyünk nagy valószínűséggel április 22-én szombaton kerül majd megrendezésre, melynek a plakátja majd hamarosan elérhető lesz majd a
Facebook oldalunkon. Ennek is az a célja, hogy próbáljunk minél több emberrel megismertetni a DASZ sportot. Ugye nem csak a amatőr vonalat szeretnénk képviselni, hanem emellett ugye a évek óta ugye a Magyar Darts Liga fordulóit rendezzük meg itt Kisteleken. Idén is 8 ilyen fordulót rendezünk meg. Emellett a csapatunk a csapatbajnokságon vesz részt. Ugye tavaly nagyon szép eredménnyel zárt a csapat, mert negyedikek lettünk a másodosztályba, így idén is a másodosztályba szerepel csapatunk, ahol kemény ellenfelek várnak ránk, de a csapat próbál minél szebb eredménnyel zárni az idei szezont. Mi várható a közeljövőben nálatok? Milyen versenyeket szerveztek és miken vesztek ti részt? Hát elsősorban a következő, az előbb említett amatőrversenyünk lesz. Ligafordulókat rendezünk még áprilisban, emellett szeretnénk majd az év második felébe egy nagyszabású versenyt, ami már egy magasabb szintű verseny. Erről még pontosabb információkat nem tudok mondani, de amint lesz információnk, azt mindenféleképpen közölni szeretnénk veletek.